A Pinyon menü zárásaként most Vida Pétert várjuk ide a konyhába, akivel elkészítjük a speciális desszertjét, a somlóit összekevertük a mákos gubával. Nagy szeretettel várjuk Pétert, kíváncsiak vagyunk, hogy hogy mozog a konyhában. Várj, Félix, mind az összesen hány elbocsátás van? Na, 9. Összvisz. Ja nem, 10. Mert a Pinyon is. Amíg Vida Péter próbál, addig mi megpróbálunk egy kicsit előkészülni az ő desszertjéhez. A mákos gubát összerakjuk neki. A mákos gubát azt nem kiflipről kell csinálni. 1892-ben Dobos C. Józsefnél utána néztem, hogy egy kertésztából kell csinálni, vízbe kell belecsipkedni forrásba lévő vízbe, és utána kell tejben átforgatni. Egy sima kalács tésztából. Vida Péter nem fog munkanélkül maradni itt a konyhán, addig én küzdök még itt a mákos gubájával, de addig nézzük meg, hogy mit csinál ő a próbán. Jó, hát ez a Santini, ez egy seggfej. Mi, új műsora van? Új műsora. Jó, hát ez a Santini egy seggfej. Új műsora van? Humorizál. Na most a színvonal azt tartja, rohangál körbe, és mindenkinek mondja, hogy Pinyon marad, nem lenne meg a női kvóta. Mákos gubát, vagy ha mindig megyek, akkor somlóit eszem, az egyik ugye kifli alapú, a másik tészta alapú, az egyik mákos, a másik az ugye a tejszínhabos csok is, hogy a kettőt összetenni nekem az egyáltalán nem jutna eszembe. Hello, Ferenc Gábort keresem. Szervusz Péter, én vagyok az. Szia, hát nagyon örülök. Azt mondják itt nekem, hogy te megvalósítottad a fúziós konyhát, mert hogy az általam megüzent két desszertet te fúzionáltad. De hát igen, kicsit gondolkodtam, mert saját magam arcára alakítottam, szofisítottam egy kicsit. Az egyiknek a kiflije felül indultál, vagy a másiknak a piskotája felül indultál? Hát ez egy elég vékony mezgye, mert a kifli az elvileg nem jár a mákos gubába. Nedvesítse meg a kezét. Így van. Apróságokat fogunk végrehajtani, csinálunk egy úgynevezett tűjjölt, egy ilyen ostját, és utána meg csinálunk hozzá még a biztonság kedvére egy csoki homokot. Ez egy nagy fogócska a tévézés a konyhában, nem? Állj arrébb, nem, bocs, ne haragudj, te állj arrébb. Ne, mégiscsak átmegyünk oda. Jó, és akkor ez 20 másodperc volt. Akkor most elkezdjük csinálni a csoki homokot. Ha nagyon-nagyon el tudna gurulni a gyógyszerem, akkor csinálnék valami marcipánvirágot, egy átlátszó cserepet. És akkor a Mátyás király után aki a cserepéből a homokot meg nem eszi. Légy szíves, szúrjál ki 3 darab piskótalapot. Hát mint nagymamámnál a pogácsát. Így van, pont ugyanúgy. Egy nagyon jó házi készítésű vaníliafagyink. Hogy hívják? Szegfű. Ez szegfű? Azt a mindent. Ezt is megehetem? Meg. Hát kedves, jó étvágyat kívánunk! Hát nagyon szépen köszönöm. A somlói mákos guba az én állítólag kedvenc desszertem. Egészen különleges élmény. Nem gondoltam volna. Gratulálok. Azért mégiscsak látszik, hogy ez egy szakma.